Üdv mindenkinek, itt egy újabb Insight videó. A mai részben egy hangyavárost fogunk feltámasztani, maradjatok velünk a videó végéig, garantálom, hogy nagyon izgalmas lesz. Amit itt láttok, az egy régi formikárium, ebben korábban egy virágzó szövőhangya kolónia éldegélt. Ezt láthattátok már korábbi videónkban is, illetve láthattátok korábbi kiállításokon, mert ezt a farmot rendszeresen vittük kiállításokra. A kolónia nagyjából 2-2 és fél évig lakott ebben a farmban, éppen ezért az volt a cél, hogy ezt a farmot újra benépesítsünk, és ismét egy virágzó hangyatársadalmat tudjon megcsodálni a közönség. De hogyha már adódott egy ilyen lehetőség, hogy az egész rendszert fel tudjuk újítani, akkor miért ne turboznánk fel a hangyák otthonát egy kicsit, hogy még látványosabb legyen. Jól tudjátok, hogy nem kell a szomszédba mennem kreativitásért, úgyhogy azt találtam ki, hogy a korábbi kocka helyett miért ne költözhetnének a hangyák hengerbe. Ez sokkal elegánsabb és sokkal látványosabb is. Aztán még egy lépéssel tovább mentem a gondolatban, hiszen hogyha a szövőhangyák kaphatnak egy önálló tornyot, akkor miért ne kapjanak mindjárt egy egész várost? Innen jött az ötlet, hogy egy hangyavárost építsünk. Az építmény 3 toronyból áll, melyeket vízszintesen 3 folyosó köt össze. Mind a 3 torony tetején szökésgátló perem és egy-egy nyitható szellőző került kialakításra. Két helyen oldalsó szellőzőket is beépítettünk, hogy jobban áramoljon a levegő. Az előző formikárium padlóját a korábbi lakók tetemei borítják. Néhol még megromlott, ki nem kelt bábokat is megfigyelhetünk. A legnagyobb henger a régi bonszájfa méretére lett tervezve. Közben be is szereztünk egy nagy családnyi szövőhangyát, ők kerülnek tehát majd az új helyre. Láthatjátok, hogy a korábbi otthonukban hogy beszőtték a fészek részt. A baloldali kifutót teljesen beépítették fészeknek, és a jobb oldali kifutóban is számos hangya keresgél. Berendezés után még pompásabban néz ki a hangyaváros. A régi bonszájfa is tökéletesen mutat benne, és került bele egy másik, kisebb fa is, melynek a gyökerei közé elbújhatnak majd a hangyák. A beköltözés után igazi metropolisszá alakult a hangyaváros. Minden dolgozó szorgalmasan végzi a saját feladatát. Egyesek építkeznek, míg mások a szemetet szórják ki a régi fészekből. A forgalmas útvonalakon pedig mindenki siet a maga dolgára. Betelepítés után a hangyák egyből belakták a korábbi fészket a fa tetején, és elkezdték kidobálni a régi bábokat. A költöztetésről nem készült videó, de annyit elárulok, hogy egyesével pakoltam át őket egy délután alatt. Nem volt túl izgalmas, elhihetitek. Most pedig vessünk egy pillantást az újonnan épülő fészekre. Beköltözés után egy nappal a csapat többi tagja látványosan összegyűlt a másik fa gyökerei között. Itt már lehetett sejteni, mit fontolgatnak, és hamarosan meg is jelentek az első szálak. A hangyák elkezdték szőni az új fészküket. Szájukba fogták lárváikat, és szorgalmasan dolgoztak az építkezésen, így már az első napon nagyon sokat haladtak vele.
pár nappal később aztán az új fészek kezdte elnyerni végső formáját. Falai egyre erősebbek lettek, ahogy egyre több szövetréteget vittek fel rá. A fészek építésekor mindenféle építőanyagot felhasználtak. Így kerülhettek bele ezek a fekete és zöld színű szálak is, amelyeket a talajt borító gyepszőnyekből szedtek ki. Közben a régi fészket is elkezdték felújítani a fa tetején. Megjavították a bejáratot, és elkezdték összekötni a fészek hátulját a hengerrel. Jól látszódnak a világosabb színű, friss szövetek ott, ahol hozzáépítették. A farm oldalán keresztül még beláthatunk a fészek belsejébe, ahol jó pár dolgozó és lárva munkálkodik. Azok a hangyák, amelyek éppen nem dolgoznak, jellegzetes pozícióban állnak őrt a fontosabb stratégiai pontokon. A bolyban időnként még szárnyas hímeket is láthatunk. A csapott tetejű toronyba egyelőre nem került dísz, itt tervezem megoldani a kolónia etetését és itatását. Itt elhelyeztem nekik egy itatót, amit előszeretettel használatba vettek. Remélhetőleg nem fognak belefulladni a nyílt vízbe, mert ha igen, akkor más megoldást kell kitalálnom az itatásra. A farm oldalába beépítésre került egy analóg hőmérő, a hátulját viszont ráccsal kellett lezárni, hogy ne költözzenek bele a hangyák. Azokon a helyeken, ahol érzik a hangyák a levegő áramlását, megpróbálnak új területeket felfedezni. Ezért gyakran kidugják csápjaikat a szellőző rácsokon, hogy felmérjék a terepet a túloldalán. Páran pedig készenlétben állnak az egyetlen olyan ajtónál, amely köré nem került szökésgátló réteg. De ne aggódjatok, ezt az ajtót nem nyitom ki. Azt figyeltem meg, hogy ha éhesek vagy szomjasak, akkor a kolónia egy része kivonul, és elkezdenek körbejárni a területükön. Persze az aktivitásuk a fénytől és a hőmérséklettől is függ, hűvösebb időben inkább behúzódik a kolónia. A fény felé pedig úgy tűnik, mintha törekednének, ez valószínűleg valamilyen szökési ösztön lehet náluk. Igazán magával ragadó látvány, ahogy ezek az apró rovarok szorgalmasan szervezik társadalmukat és élik mindennapjaikat. Az ember órákig tudna még gyönyörködni bennük, mindig felfedezne valami újdonságot. Viszont sajnos elérkeztünk a videó végéhez, tartsatok velünk legközelebb is!